Transzparensekkel tüntettek Komlón a Magyar Szocialista Párt szimpatizánsai. A párt szerint a kormány azzal, hogy megvonja a megszerzett juttatásokat, nyomorba dönti az embereket. Bizonyára tudják, hogy Komlón több száz üres lakás van. Talán nincs olyan család, akinek a hozzátartozója vagy egész családnyi hozzátartozója ne vándorolt volna ki külföldre, vagy esetleg barátja a megélhetésért. Szegény embereket nyúzzák a gazdagoknak a zsebét tömik. Az, ami jelenleg kialakult az országban, és ami jelenleg folyik, ezt meg kell állítani. A párt arra szeretné felhívni a figyelmet, hogy elégedetlenek a kormány nyugdíjpolitikájával, és tiltakoznak minden visszamenőleges törvénykezés ellen. Azáltal, hogy gyakorlatilag teljesen megszüntették a rokkannyugdíjakat, lehet bárki bármilyen beteg, olyan, mint rokkannyugdíj nem létezik. A ma rokkannyugdíjban részesülők olyan juttatást fognak kapni ezután, ami a megélhetésüket abszolút módon nem biztosítja. A tüntetésen az MSZP aláírást is gyűjtött, egy petíciót szeretnének benyújtani a kormány elé, melyel tiltakoznak a visszamenőleges törvénykezések ellen, illetve azt szeretnék, ha mindenki számára biztosítva lenne az a nyugdíj, amiért megdolgozott és megilleti őt.